Kis Anikó, a Tolna megyei ebbtenyésztők és ebbtartók egyesületének elnöke fogadott minket pályájukon, és beszélt részletesen a legfontosabb tényezőkről, amik a kutyások számára hasznos lehet ebben a melegben. Ebben a meleg időben megpróbáljuk a vasárnap reggelt is minél korábban kezdeni, 7:30 körülbelül a csoportos foglalkozások, és a pénteki egyéni tréningek meg most már nagyon sokszor 6:30 után kezdődnek csak. A kutyáknál nagyon fontos, hogy ebben a melegben az aktivitásuk azért kicsit csökken, tehát nagyon kell arra figyelni, hogy ne hajtsuk túl őket. Vannak olyan bizonyos jelek, amik megjelennek, amikor már kezdenek túlhevülni, hogy a testhőmérsékletük melegszik, ők csak a nyelvük felületén képesek párologtatni, és ezért hamarabb hajlamosak arra, hogy túlhevüljenek. És például ilyen jelek, amikor túlzottan lihegnek, és már szinte megállás nélkül folyamatosan lihegnek, a pulzusok, szívverésük felgyorsul. Az ínyük és a nyelvük elszíneződése is intőjel, valamint a hányás is már azt jelzi, hogy az állat nagyon rossz állapotban van. Ilyenkor azonnali orvosi segítség szükséges. Vannak azonban olyan feladatok, amiket akár otthonunkban is elvégeztethetünk a kutyákkal, hogy oldódjanak. Mindenképpen olyan feladatokat válasszunk, amik nem nagyon erőteljes fizikai aktivitással járnak. Például ne ilyenkor akarjunk velük futni menni, reggel 9:00 körül, mert az nagyon sok lesz a kutyának már. Próbáljuk meg, hogyha egészségügyi sétára kell őket levinni napközben, azt is röviden intézni, és a betont is elkerülni, mert a kutyáknak nem csak a nagyon meleg, de a talpuknak a forró beton, a forró homok is nagyon ártalmas lehet. A szobában is lehet számos gyakorlatot elvégezni, vagy akár kint az udvaron árnyékos helyen. Ilyen például egy szimat munka, leegyszerűsített változata. Kis utalomfalatokat elrejtünk akár a lakásban, akár az udvarban. Épp egy ilyen feladatot kapott Zsivány is, aki homokozói eszközök alatti utalomfalatokat keresgél. Ezek az egyszerű gyakorlatok főleg mentális erőfeszítést vesznek igénybe a kutyától, ami szintén kellő mértékben fárasztja őket. Ezek különböző trükkök, és majd egy keresés lesz a végén. Jó? Ja. Figyelj! Szia! Szia! Szuper! Le! Be! Bravo! Kos! Figyelj! Lelep! Lelep! Ha pedig strandra, vízi kikapcsolódásra visszük kedvenceinket, akkor jól jöhet számukra egy mellény, aminek köszönhetően nem tudnak a vízben elsüllyedni. 2 darab csat van rajta, ami biztonsági csatos. Aha, és ez egy kicsit kicsi is most már ránk. Jó, igen. És ugye itt ezen a részen fönntartja a kutyusnak a fejét, hogy véletlenül se tudjon víz alá kerülni.